Jó napot! Hát nem, hogy befértek. Én úgyis is fogok jól. Jó, rendben. Szevasztok, Gyikó! Ilyen a hajnali 3 órás kelés. Ekkor kérdezem. Mennénk kacázni. Ha persze. Szinte oda megyünk. 0 óra, 0 perc, 0 másodperckor bekapcsolt a tévét a Sanyi. Tehát így konkrétan, ha Kört most láttam volna, akkor biztos, hogy összeszart. Aztán hajnalban mondta, hogy hát ilyen pixel tisztításra mindig bekapcsolt. Ahogy megmondom nektek egyébként, mikor egyedül voltam otthon először és bekapcsolt, akkor baromira megbeszartam tőle én is. Milyen meglepő. Mi a fasz ezt tudod bekapcsolni? Ennyi. Sanyi, neked a hűtőd is külön életet él. Ennyi. Az is szokott. De amúgy fent, mint basz meg, mint valami agregátorra. Nem tudom, volna a fűt. Nem is tudom. Az megmondom neked, mi szerintem valaki bekapcsolva hagyta ezt a szagelszívót, ugye, ami van a Svájcban, vagy a konyhába, és akkor szerintem az van, hogy valaki úgy hagyta, és akkor ment egész éjszaka. Ezúton is köszönjük. Nagyon köszönjük, igen. Amikor lefeküdtünk, ilyen 11 körül, akkor becsukjuk a szemünkét, és akkor kezdte el csinálni. Igen. Én persze, megvárta. Persze. Aha. Én is hallom. Mi a jó Isten ez? Azt hittem, hogy valami eszközt Misi tölt, vagy valami ilyesmi tölt. Nyilván egyből ezt itt ezzel. Hát megint Misi, bazd meg. Nézzük szegény Máriót, mit szól hozzá, hogy késtünk fél órát. Az a baj, hogy jövögöttünk a busz, csak mondom nektek. Semmi baj, hát azt meg. Itt megállsz, mirag, állj meg! Hát de nem fog tudni bejönni. Hát majd fogja azt izé. Na, megkerült. Semmi baj van. Szevasz! Szia, Momes, szarrá fagytál? Nem szarrá fogtál. Most miért nézel így rám? Én felkeltem időben. Csomiki, mit szólsz ez a koránkeléshez? Nem jót szólok. Nem szeretem a koránkelést. Fej! Fej koránkelés. És a legjobb, hidegbe koránkelni. Márió, szeretsz koránkelni? Én mindig kettőkor szoktam. Itt vagyunk már a repülőtéren. Hamarosan összekukázzuk az Aurora zenekart is. A friss emberek! Szevasz! Szia Zsolti! Felbizatom kelni. Szevasz! Kám! Hoztak a pálinkát? Mikor volt ez az esemény? 2002-ben a Columbus klubban. Columbus. Várjál, befordult a kiába, bocsánat, hogy mindjárt lerögzítem. Aha. Azt a mindenit! És mikor mi is ezt így felfedeztünk? Mutasd meg az enyémet is! Azt a kutya! Nagyon komoly! Nagyon jó! És mi nem is ismertük egymást, és akkor ott találkozunk, beszélgettünk, és kérdezte, hogy ezt honnan van meg az a kép. Mondom, hogy havarom csinálta. Nem, ezt az én havarom, és összevesztünk ezen. Nem, mert az én havarom. Gyerekek! Már megszedik csinálni a képet, gyorsan. Sziasztok! Hát... Lekistük a gépet majdnem, de itt vagyunk. Szóval ki miatt késett a gép? Ki miatt az aurórások miatt, mert teljesen rossz sorba álltunk. Igen. Rohadékok. Semmi köze az unikumnak egyébként az egészhez. Semmi köze. Az a baj. Figyeld. Mi is itt félsz? Mi nem félsz? Jó, rendben. Vigyázzatok a Stewie elvesz a kamerát. Nagyon figyel. Az Oszi. Mindjárt beköpnek a Stewie-ra. Figyeljetek, izgul az ember. Nézd a szemét. Tudod, ez mit szalkálnak, az meg? Most megy el a WC-re. Megy. Jönnek, jönnek. Meghúzták az utolsó csavart is. Eljött a perc! Robbanj, ha félsz! Ha kihűl a lány! Meghal a fény!
Szóval az történik, hogy gyakorlatilag leszálltunk itt a Lutoni reptéren, és mi átjutottunk már a ellenőrzésen, mert rendelkezünk útlevéllel. Viszont az Aurórának nincs ilyene, ezért még rájuk várunk. Reméljük hamarosan felbukkannak. Mit szólsz ez, Momesz? Keresünk már egy fodrászt. Én inkább egy kolbászot szeretnék. Mit kolbászt? Csomagyki, mit innál? Hát egy jó sört. Aha, jó sört. Jó sört Csomagykivel. Inkább én is ezt akarom. Az a lényeg, hogy együtt a csapat már most. Itt vagyunk a repülőtéren, mindenki igen. Átjutott. Nem kérdezett senki. Összekukáztuk az Aurora zenekart is. Horror, de jó. Igen. Az Aurora zenekart is. Okmányok igen. Okmányok nélkül is. Itt van Tamás, megmentünk. Sziasztok. Aki bejutott minket Londonba. És... Sanyi, most kérdeznek. Most mond. Tőlem. Mindenki köszöni a kávét, kivéve én. Nem mondom, hogy ki ezt kávé. Az unikumom jól esik. Igen csak, de sniffoltál hátul érted? Debreceni van. Nem mondtam, hogy Debreceni? Nem olyan rossz ez a kávé. Nem. Ezzel a spatulával fogok megvizsgálni este. Aha. Ezt biztos. Velem akarsz aludni? Ki? Régnyomás meg a egyéb ilyen, izék, ilyen hatások, amik a repülőn érnek, azok felturbóznak, olyan, mint amikor ittasan termálozni mész. Apus. Ez ugyanaz, és egy kicsit jobban üt. Igen. Ezért csak vizet ittam. De kivel mész termálozni ittasan? Nem mondom. Igen. Nem mindegy. A büntársakkal, figyeld a büntársakkal. Aha, igen. Apus tegnap is volt. A barátomat fényképezni létszőse, hogy nem fényképezni, ami jó az. Fölválházta magát vedése. Vigi oda pakolt rendesen. A turnészet. Ott elő. London, szaridő, szarkaja, jobb kormány. Az kibaszott Mary Poppins. Én mindig itt szoktam beugrani, de hát úgy? Most akkor nekem kéne vezetni. Azt hittem a napfénytetőn. Kérlek, ne te vezess most. Nem baj. Mi van, fater, vezet? Egy csűzbe oda valahová. Gyerekek, és tudod milyen illata van? Ilyen hordós. Hogy a király. Valami hordós. Nem olyan nyíregyes, de mégsem. Igen, tehát az a szituáció, hogy Tamás egy kis házi pálinkával kedveskedett nekünk. Életet lehelyen belénk. Igen. Én nyilván örülünk neked. Egészségedre. Nagyon köszönjük, Tamás. Egészségetek. Köszönjük szépen. Csavi, ki milyen a pálinka? Milyen volt? Amúgy finom volt. Amúgy finom volt. Megígyom. Nem. Jó volt a meccs, meg nem is. Jó, játszottunk, de... De nem vernek ezek a szerintem mindenütt vannak szararcok. Szerintem a világon mindenütt vannak szararcok. Tehát ezt én nem hiszem, hogy fú, bazd meg, na, fú, de magyar, meg ezeket agyonvágnám, aki ilyen. Szerintem mindenütt vannak faszfej emberek és kurva jó arcok. Én legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Sanyikának fáj a foga, ezért egy pálinkával többet ivott. Nem, ő két unikummal ivott. Az az igazság, hogy a fájdalomcsillapítás nagyon fontos, ne felejtsük. Very important. Végig volt, egy GoPro nálad. Én már felvételre mentem. Az a lényeg, figyeljetek, úgy tervezem, hogy beeszünk, aztán beiszunk. Nem, mert már beittunk. Előfűsítünk már. Oké, mivel rájöttünk, hogy... Halas nincs nyitva. Nincsen.
nincsen se hernyó, se ló, se semmi, ezért visszamegyünk. Visszamegyünk a macskás nőhöz. Ez a város, felzabálderék. Sajnos menjünk kell a kocsmába. Nincs más választás. A picsába. Igen, a tradicionális angol kaja. Itt a piacon. Igen. Mi ez? Seafood. Igen, látjuk. Meg pork. Nagyon jó. Tésztával és rizssel. Ugyanaz? Ó, bazd meg. Csak visszafele. Nem szeretsz, én nem szeretlek téged. Érzés nélkül múlnak el az évek.